Büszkén viseli Cserhalmi György új ékszerét, ujján Páger Antal aranypecse gyűrűjének pontos mását. A színművész a 12. a sorban, aki hordhatja a különleges ékszert. A Makói önkormányzat a város szülöttje Páger Antal emlékelőt tisztelegve adományozza oda a díjat évente egy arra érdemesnek tartott színművésznek. A kuratórium tagjai az idén Cserhalmi Györgynek ítélték oda az elismerést. Páger Antal emlékelőt tisztelegve január 27-én vasárnap 10:30 a kuratórium tagjai, a díjazott Páger Antal családja és az önkormányzat koszorút helyeztek el a színész óriás szülőházánál. Ezt követően 11 órától kezdődött a Hagymaházban a díjátadó ünnepség, ahol Rész András beszélgetett a díjazottal. A magyar színész társadalomban kevés olyan kaliberű figura van, mint Cserhalmi György. És hát jó, de ez mondom privát ügy, mert hát Cserhalmi György nekem meg a modern magyar filmet is jelenti. Szóval az, hogy 66 óta ott van a filmen. És ha elkezdem felsorolni a kedvenc magyar filmémet, akkor ő ott van ezekben a filmekben, akkor az azt is jelenti, hogy ő része a filmtörténetnek. És része a színház történetnek, csak az mindig nehezebb ügy, mert a színi előadásokat nem őrzi feltétlenül celluloid szalag, mágnes szalag, számítógépes memória. De hát amit Cserhalmi Gyuri megcsinált, az teljesen elképesztő és hihetetlen. És hogy mondjam, az ártatlan és ártalmatlan néző ilyenkor hajlamos megfeledkezni arról, hogy milyen elképesztő teljesítmény, ez egy közel fél évszázadon át ott lenni, hogy ugyanazt a teljesítményt nyújtani, hogy folyamatosan megújulni, alkalmazkodni egy olyan világhoz, amelyik először úgy csöndesen átvándorol a televízióba, ahol megint csak másképp kell játszani. Alkalmazkodni az új filmnyelvhez, az új színházi kísérletekhez. Cserhalmi Gyuri pedig ráadásul ott van a kezdeteknél, tehát színház alapításoknál. A Katona József Színház, amelyre ma nagyon büszkék vagyunk, és tényleg egy ilyen mértékadó művészeti műhely. Tehát bocs, ő az egyik alapító. És ezt úgy hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert hát Cserhalmi Gyuri nem vert meg senkit, nem kapták el kabátlopáson, nem gázolt el senkit, de hát attól ő még ennek a magyar színészvilágnak az egyik legfantasztikusabb figurája. Hát legelső összük bízunk. Egy ilyen díj tartást ad. Ez feltétlenül fontos. Egyrészt, hogy a meglévőt azt még megtartsa egy kicsit, és még hát rá is rakódik, szóval ez nagyon jó, nagyon jó. Hát az ember, tudom én, fölbeszélni, és furcsa dolog, mert a lelke is megemelkedik, mert egy kicsit meg is nő. A díjátadó kapcsán készült hosszabb interjúkat szerdán este láthatják a Makói Városi Televízió műsorán.